Tabu döntögető gesztusként magyar nemzetiségű miniszterelnököt jelölt Szlovákiában Zuzana Csaputová államfő. A belpolitikai válság feloldására a szlovák elnök szakértői kormányt nevez ki, élén Ódor Lajossal, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökével. Az államfő elmondta, a kabinet összeállításánál a szakmaiság mellett a fő szempont az volt, hogy a kormánytagok ne induljanak a közeledő parlamenti választásokon. Ódor Lajos 1976-ban született Komáromban. A pénzügypolitikai intézet volt igazgatója, a költségvetési felelősség tanácsának volt tagja. Több gazdasági témájú ismeretterjesztő könyv szerzője és 2018 óta a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke.